Jó estét kívánok! Önök a Telepaks kistérségi televízió híradóját látják december 21-én csütörtökön. Közös honlapon jelentkezik a Telepaks és a Paksi Hírnök. Javaslatokat vár az önkormányzata a tisztes polgár kitüntetés adományozására. A Mezőföldvíz Kft. Felhívja a lakosság figyelmét a tartós hideg okozta károkra. Ezek főbb híreink, jöjjenek a részletek! Javaslatokat vár az önkormányzat a tisztes polgár kitüntetés adományozására. A címre olyan szemét ajánlhatnak, aki több mint 20 éve paksi lakhelyű, a város életében jelentős szerepet tölt be, valamint olyan köztiszteletben álló személy, aki személyes példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült polgárai. A részletes indoklással alátámasztott felterjesztést 2018. január 15-éig juttathatják el a jegyzőhöz a Paksi Polgármesteri Hivatalba. Az atomerőmű építésén és üzembe helyezésén szolgálatot teljesítő katonák munkáját elismerő emléktábla készült Pakson, amit az MVM Paksi Atomerőmű ZRT állítatott. Az avató ünnepséget az egykori laktanya területén rendezték. Köszönöm a honvédség képviselőinek, mind az egyenruhásoknak, mind a civil ruhásoknak az akkori munkájukat, és azoknak is, akik nincsenek itt, de valamikor érdemben nagy mértékben elősegítették, hogy ez az erőmű olyan minőségben, mint ahogy el is hangzott az előttem szóló előadásban, elkészülhetett, hogy tényleg a világ legjobb négy blokkai közé került, és ebbe mindenkinek a együttműködésére nagyon nagy szükség volt. A katona a békeidőben legyen erős, jól edzett, mindig kész a harcra, de mindenek előtt szolgálja a békét és építse hazáját. Így ír Machiavelli a 16. század első harmadában egyik hadi elmélkedésében a katona feladatáról. Az ő gondolatával emlékezem arra több ezer katonára, akik a 25 év alatt itt Pakson az építő század tagjaként részt vettek az atomerőmű blokkjainak építésén. Ők, akik 10-es éveik végén, 20-as éveik elején jártak, talán bele sem gondoltak, hogy történelmet írnak, hatalmas nemzeti érték megteremtésében vesznek részt, és nem utolsó sorban a mai napig a nemzet jelentős részének mindennapi életét, biztonságát meghatározó létesítményt hoznak létre szaktudásukkal, kétkezi munkájukkal. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a megjelenteket Süli János, az atomerőmű két új blokkjának megépítéséért és üzembe helyezését felelős tárca nélküli miniszter és Szabó Péter Paks polgármestere azon az emléktábla avatáson, amit az egykori laktanya területén állítatott az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Közel 18 ezer sorkatona dolgozott a nukleáris üzem építésén, üzembe helyezésén és üzemeltetésén 1975 és 1990 között, amíg Pakson állomásodott a 164. általános műszaki zászlóalj. Az emléktáblát Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója, és Bence János, az egykor Pakson szolgáló alakulat utolsó parancsnoka leplezte le. Nagyon sok nehéz családi sorba lévő gyerek vonult időbe hozzánk. Volt kiegészítő jövedelem, tudták segíteni a családjukat, és mellette azt, amit elvárt az akkori követelmény a haza védelmi érdekében, mellette katonai kiképzés mellett, hát az megvalósult. Őrájuk abszolút nem lehetett elmondani azt, és nem is érezték, hogy csak bevonulnak, és utána nem csinálnak semmit, hisz a nap 24 órájában készen kellett lenni a másnapi feladatok végrehajtására. A zászlóalnak működése alatt 27.200 katonája volt, ebből Pakson tehát mintegy 18.000 szolgált. Az alakulatot 1975-ben költöztették Paksra, létszámát fokozatosan emelték. A bevonulást követően a fiatalok a kiképzés során elsajátították mindazokat a tudnivalókat, amelyek a haza fegyveres védelmében, a hátországi őrzésvédelmi feladatok ellátásában nélkülözhetetlenek voltak. Az alakulat történetét az 1983-tól parancsnok helyettesként szolgáló Csészcs István osztotta meg az egybegyűltekkel. Összességében véve nagyon becsületesen, nagyon fegyelmezetten helytálltak az építésbe, és bízok benne, ők is büszkék az azóta is, most már ugye több mint 30 éve apró hibákkal működő, de mint ahogy a Süli úr is említette, az élvonalban lévő erőművet tudhatnak, amiben kezük munkájuk benne volt.
A Mezőföldvíz Kft. Felhívja a lakosság, a vállalkozók és az intézmények figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly károkat okozhat a vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket. A vízmérőket és a vízmérő aknákat feltétlenül védeni kell a fagytól, akár a legegyszerűbb eszközökkel is, hungarocellel vagy akár az akna lefedésével. Közös honlapon jelentkezik a Telepaks és a Paksi Hírnök. Immár Telepaks Média Centrum néven fut az interneten a televízió és az újság kettőse. A megújult online felületen az újság friss hírei mellett a televízió műsorai közül is válogathatnak az oldalra látogatók. Hosszú évek óta tartó hiányt pótolt a Telepaks, amikor szeptember 1-én elindította saját honlapját. Ezzel amellett, hogy jelentősen megnövekedett és mérhetővé vált a nézettség, elérhetővé vált egy helyen a televízió valamennyi 2017-ben elkészült saját gyártású anyaga. A telepaks.hu indításával egy időben elindult a televízió új Facebook oldala is, melyen biztosítható a lakosság azonnali tájékoztatása, valamint a saját gyártású műsorok népszerűsítése. Tessék! Néhány napja újabb lépésként egy közös honlappá szerkesztve működik a Paksi Hírnök és a Telepaks kistérségi televízió internetes oldala, így a hírek és a videóanyagok egy oldalon érhetők el, és a Pakson történt események mellett a kistérség híreiről is tájékozódhatnak már. A közös honlap előnye, hogy az internetes felületen bárki a világ bármely pontjáról megtekintheti a híradós anyagokat, magazinokat és a műsorokat élőben is követheti. A honlapot a jövőben is érdemes lesz majd figyelemmel kísérni, mert a tervek szerint folyamatosan új műsorokkal jelentkezik majd a Paksi Televízió. Harmóniában a természettel. Ezt a címet adta kollekciójának Juhász Szilvia ruhatervező. A ruhaköltemények Czakó Balázs tájfotóit applikálták, így mutatták be őket a Budapest Fashion Week-en, ahol nagy sikert arattak. Juhász Szilvia paksi varrónő meghívást kapott a Budapest Fashion Week elnevezésű fővárosi divat bemutatóra, és néhány nap áll csak rendelkezésére ahhoz, hogy kollekcióját összeállítsa. Hirtelen ötlettől vezérelve kereste fel Czakó Balázs fotóst, akinek alkotásait korábban már nyomon követte a legnépszerűbb közösségi oldalon. Volt egy kép, a Tükröm című képe, amit mikor megláttam, akkor abban rögtön láttam a legelső ruhát, ami a katalógusunknak is az elején van, és felkerestem Balást, megkérdeztem, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy használhassam a képeit, azt mondta természetesen, és akkor ez a ruha készült el legelőször. A Tükröm-tükröm fotó Balázs életében is nagy szerepet játszott, elkészülte, után döntötte el, hogy komolyan szeretne a fotózással foglalkozni. Szilvia megkeresésének nagyon örült, azonnal neki is láttak a közös munkának. Mivel nekem már előtte volt trikó, póló, pulóver és széljacki, a képeimből. Én ennél sokkal többet szerettem volna, de erre nem lettem volna képes, mert én nem vagyok ruhatervező, és ezért is izgatottan vártam, hogy mit fog ebből a Szilvi kihozni. Aztán, amikor megláttam az első terveket, akkor hanyatt dobtam magam, mert tényleg annyira az volt, amit én elképzeltem, hogy tökéletes volt. A 9 darabból álló kollekció nagy sikert aratott a budapesti divat bemutatón. Már ott a Budapest Fashion Week-en nagyon nagy sikert arattak ezek a ruhák, illetve a Budapest Fashion Week-nek a szervezője, Mayer Balázs, ő mindjárt mondta, hogy hát ez annyira innovatív és annyira újszerű ez, amit csináltunk, hogy ennek ő nagyon nagy jövőt jósol. Juhász Szilvia és Czakó Balázs komoly tervekkel néz a jövőbe, határokon kívülről is érkeztek már számukra meghívások. Legközelebb január 12-én Tolnán láthatjuk kollekciójukat, de a kiállítás előtt a Telepaks képernyőjén is találkozhatnak nézőink Szilviáikkal, hiszen ma esti Paletta magazin vendégei lesznek. A Paksi Sportegyesület szabadidősport szakosztálya a tervek szerint 2018. január 6-a és március 31-e között rendezi a Paksi Városi Teremlabdarúgó Bajnokságot az ESZI sportcsarnokban. A szervezők az amatőr csapatokat a Paksi Esse székházába várták az egyeztetésre.
A Lambsbau csapata nyerte a 2017. évi Paksvárosi amatőr kispályás teremlabdarúgó tornát. A megmérettetésen az eszi sportcsarnokban a 12 induló csapat 12 játéknap alatt 22 mérkőzést játszott, a találkozókon összesen 637 gól esett. Hasonló színvonalú teremlabdarúgó tornát tervez idén is a Paksi Sport Egyesület szabadidősport szakosztálya, ezért a szervezők egyeztetésre várták az érdeklődőket a tervek szerint január 6-án induló új bajnokság előtt. Történtek változások és adminisztráció tekintetében, a gazdasági elszámolás tekintetében, a pénzügy területén is, ami mindenféleképpen elengedhetetlen volt, hogy ma itt találkozzunk, illetve az, hogy egyáltalán akkor hány csapat fog jelentkezni, kik az érdeklődők, ugye nyitottá lettéve, hiszen ez a médiában is megjelent, hirdetve lett, hogy más csapatok is nyugodtan jöjjenek, és akkor mérkőzzenek meg. A Paksi Ese klubházában a csapatvezetők többsége ismerősként találkozott, régi új formációk is tervezik az indulást. Száz Dávid korábban már játszott a Paksi tornán, idén új alakulatot szervezett. Több helyről sikerült összeválogatnom ezeket a játékosokat, tehát vannak, akik úgymond, vannak ilyen lelkes amatőrök is, meg vannak, akik a megyébe is fociznak többek között, és igazából szokásosan a kapus probléma volt meg, aztán a végére utána az is rendeződött, úgyhogy most már teljes kerettel, és fejben, lelkileg mindahogyan készülünk most már a bajnokságra. Minden évben ezt beszéljük, ugye, hogy az, hogy valakinek van játékjogosultsága, az egy dolog, meg hogy pályára lépett el, ugye ez ilyen szinten van, amikor egy játékosnak kiváltották a játékengedélyét, de egyébként meg nem lépett pályára, tehát a pályára lépés számítson. Igen. A csapatvezetők szinte minden kérdéses pontban megállapodtak, a lebonyolítási rendszert a nevezők létszámának függvényében határozzák meg. Jelentkezni december 29-ig lehet az alábbi elérhetőségen. Pénteken estig közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 8 fok között alakul. Juhász Szilvia és Czakó Balázs a közelmúltban fővárosi divatbemutatón vettek részt rendhagyó ruhakollekciójukkal. Velük beszélgetünk a most következő Paletta magazinban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!